Két újabb H-225M típusú helikopter landolt a Magyar Honvédség Kis József 86 helikopter dandár kifutópályáján. Az új szállító helikopterek a haderő MI-17-es gépeit váltják. A haderőfejlesztési program keretében újul meg a magyarországi helikopterflotta, és ez a hetedik, illetve a nyolcadik H-225-ös a 16 darab helikopterbe, ami meg fog érkezni hozzánk. A helikopterek Szolnokon maradnak, de kitelepült bázisokon is használják majd azokat, a szárazföldi erőkkel együtt dolgozva. Ezeknek a helikoptereknek az érkezése kapcsán át kellett alakítanunk a repülőműszaki kiszolgálás rendjét. Mi nekünk volt egyfajta kialakult rendünk, amivel mind a kisebb karbantartásokat, mind pedig a mélyebb karbantartásokat meg tudtuk oldani, de ez nem biztosította az együttműködést az Airbus-szal, ezért ahhoz, hogy meglegyen minden kapcsolódási pontunk a gyárral, ezért nekünk az egész belső rendünket meg kellett változtatnunk. Most már rendelkezünk minden olyan szervezeti egységgel, ami gyakorlatilag napi 24 órában biztosítja a karbantartását ezeknek a gépeknek. A következő két H-225M típusú helikopter egy hónap múlva, míg az utolsó gépek 2025 tavaszán érkeznek meg a szolnoki bázisra.